Incsiklandó illatok szálltak a Kálmoni Arborétumban. Szombathely és a szomszédos települések méhészei gyűltek össze, hogy főzőtudományukat is összemérjék. Ez, ami készül van, az zuzapörkölt. Vasmegyei módra, mert ugye nem mindegy, mindenhol máshogy készítik. Így megadjuk a fűszer, amennyi belejár, és kóstolgatjuk, ha még van egy kis csapatunk, aki bírál, megmondja, hogy na még az kell bele, az kell bele, aztán azon vagyunk, hogy finom legyen. A Vasvármegyei Méhésznapot idén negyedik alkalommal rendezte meg az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szombathelyi szervezete. Az eseményt mindig a szezon végére időzítik, szórakoztató programokkal, szakmai előadással készülnek a vendégek számára. A rendezvényen bemutatkozott Csapó Noémi, a Mészkirálynő második udvarhölgye, és idős méhészeket is köszöntöttek. A méhész szezon ilyenkor a javarészébe lemegy. Tehát egy kicsit, hogy a méhészek maguk között legyenek, kilazuljanak, a méhészeknek a többsége meglehetősen magának való ember, el van egész nap az erdőben a méheivel, és itt viszont el tud jönni, tud szakmai előadásokat hallgatni. Minden ilyen alkalommal hívunk két szakmai előadót, akik a délelőtt folyamán megtartják az előadásaikat, új ismeretekre tehetnek szert a méhészek, meg egymás között is tapasztalatcserét tudnak végrehajtani. A méhésznapnak jótékony célja is van. A termelők felajánlhatnak saját mézükből, az összegyűlt üvegeket pedig minden évben más intézménynek kínálják fel. Idén a kőszegi Dr. Nagy László gyógypedagógiai intézménynek juttatják el az adományt.